Rezsicsökkentés, devizahitelesek ügye, önkormányzatok adósságelengedése, uniós források lehívása. Ezek a témák is szóba kerültek a Fidesz február 13-i Tudai Fórumán, ahol előadást tartott Cerván György, a térség országgyűlési képviselője, agrárgazdasági államtitkár, és Tálai András, önkormányzatokért felelős államtitkár is. Néhány ellenzéki bekiabálásokkal zavarta meg Cerván György államtitkár beszédét. Az országgyűlési képviselő a költségvetés helyzetére hívta fel a figyelmet. És ne felejtsük el, hogy 2010-ben milyen állapotban vettük át az országot, mert egyesek hajlamosak ezt elfelejteni, hogy hogyan kaptuk meg. 500 milliárdos luk volt a költségvetésben, a 2010-es költségvetésben a betervezett hiányon felül, ahogy átvettük az ország irányítását. Ezt a lukat kellett betömni oly módon, hogy nem a lakosság terheit akartuk növelni, hanem ugye kerestünk olyan módszereket, olyan megoldásokat, amivel a multinacionális cégeket, a bankokat, a távközlési cégeket adóztattuk meg. Lett is belőle fölhördülés egész Európában, az egész Unióban. De én úgy gondolom, hogy az idő minket igazolt, mert azóta már jó néhány uniós tagállam átvette azokat az eszközöket, azokat a módszereket, amivel mi éltünk, és én úgy gondolom, hogy eredményt is tudtunk elérni. Ugye az államadósság az 2002-ben még 53%-on állt, az 2010-re az elődeinknek sikerült feltornázni 85%-ra. Most olyan 80% körül vagyunk, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen adósságszolgálati teher van a mindenkori költségvetésben, mert amit kamatra kell fizetnünk, azt nem tudjuk fizetni az önkormányzatoknak, azt nem tudjuk az oktatás finanszírozására, az egészségügyre, a nyugdíjakra fordítani. Tehát nagyon fontos dolog, szempontunk volt az államadósság csökkentése. Ha már az adósságot említem, nem kevésbé fontos dolog a rezsi költségek csökkentése mellett a devizahitelesek problémájának a kezelése. Nem kis feladat, mint egy 1 millió embert érint ez a téma, tehát mindenféleképpen úgy gondoltuk, hogy nem engedhetjük el a kezüket, és próbálunk segíteni rajtuk. És államtitkár kollégámra nézek, szintén nagyon fontos szempont volt az önkormányzatok adósságának a kezelése, a rendezése, ugye az állam részben átvállalta ezeket a hiteleket, másfelől pedig akik nem rendelkeztek hitellel, azok majd különböző támogatási lehetőségeket fognak kapni. Ebben a munkában képviselőtársam, államtitkártársam Tálai András volt az, aki vitte az ászlót a kormányon belül. Neki köszönhető a részletek kidolgozása, és az, hogy csak a mi térségünkben mintegy 3 milliárd forint adósság átvállalásra került az állam részéről, és 7 olyan település van, akik nem rendelkeztek adóssággal, ők pedig támogatást fognak majd kapni különböző önkormányzati célú fejlesztésekre. A kormány már döntött arról, hogy a korábban adósságot nem felhalmozó települések támogatást kaphatnak. A költségvetésben ugye 10 milliárd került betervezésre, végül 12,5 milliárd lesz majd felosztva. Egy belügyminiszteri rendelet készül, illetve az készen is van közigazgatási egyeztetésen, és ez fogja részleteket tartalmazni, amelynek a lényeg az, hogy még ebben az évben, március 31-éig a 2000 lélekszám alatti települések, ebből 1018 van, akik nem vettek részt az adósságkonszolidációba, azok kompenzációt kapnak. És ez a rendelet tartalmaz ennek a mértékét, az igénylés formáját, és az egyéb formai tartalmi előírásokat. Formai, hogy szerződést kell majd kötni a belügyminisztériummal, a tartalmi az az, hogy ebben meg kell határozni, hogy mire fogja a pénzt elkölteni az adott önkormányzat, a rendeletben meghatározottakra. Például mire lehet? Önkormányzati intézmény fejlesztésére, felújítására, karbantartására, utak, járdák rendbetételére, alapvetően építési feladatokra, tehát bővítésre, felújításra, vagy egy önálló önkormányzati intézmény, vagy épületnek a kialakítására. A mértéke úgy lett kiszámolva, hogy megnéztük, hogy lakosságszám szerint melyik kategóriába mennyi volt az adósságkonszolidáció. Csináltunk ilyen kategóriát 0-tól 100 lakosig, 100-tól 300-ig és így fölfelé, és ott egy átlagot vontunk, és azt az átlagszámot fogja megkapni, ami egy jelentős összeg lesz szám.
és ezt 4 év alatt fogja megkapni az érintett önkormányzat. 2 részletben, az első részletét most ebben a költségvetésben, és ez 4 évig mindig 12,5 milliárd forintot. Tehát azt gondolom, hogy amit miniszterelnök úr megígért 2012 őszén, mikor bejelentette a konszolidációt, ez így, ennek a teljesítése elkezdődik. Én beszéltem néhány polgármesterrel már az országban, nagyon örömmel fogadják, és pozitívan is, és azon gondolkodnak már, hogy majd hogyan tudják csinosítani a kis településüket ebből a forrásból. Az uniós források felhasználása is lehetőséget nyújt majd fejlesztésekre. Magyarország nettó haszonélvezője az uniós tagságnak, ez magyarul azt jelenti, hogy több pénzt kapunk az unióból, mint amit oda be kell fizetni. Ez a 2014-2020-as pénzügyi ciklusban egyébként 25 milliárd euró Magyarország számára a következő 7 évben. Egyébként azt tudni kell, hogy az unió forrásai a 2007-13-as időszakhoz képest, tehát az előző pénzügyi ciklushoz képest csökkenni fognak, mint egy 3%-kal. Ezen belül a közös agrárpolitika forrásai, tehát ami az agrár és a vidékfejlesztési támogatásokat illeti, még nagyobb mértékben 11%-kal fog csökkenni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jó hír mindannyiunk számára, hogy a Magyarországra jutó agrár és vidékfejlesztési támogatások összege az 1,9 milliárd euróval, tehát durván egy 500 milliárd forinttal emelkedni fog. Ezt leegyszerűsítem, mert sok számot mondtam, a torta, az uniós torta kisebb lesz, azon belül az agrárpolitika forrásai még nagyobb mértékben csökkennek, de a Magyarországra jutó tortaszelet aránya nőni fog az előző 7 évhez képest. Úgy gondolom, hogy ez egy jó hír. Nyilván cél az, hogy majd ezt teljes egészében le tudjuk hívni, mint ahogy ez a most kifutó, 2013-mal kifutó időszakban is volt. Egyetlen egy eurócentet nem kívánunk bennhagyni Brüsszelbe, és jó esélyünk van arra, hogy agrártámogatásokra, illetve vidékfejlesztési támogatásokra valóban és értelmes célokra le tudjuk hívni ezeket a forrásokat. A rezsicsökkentésről, az energiaszolgáltatásról is szó esett a Turai Fórumon. Akkor, amikor azt kimerjük mondani, hogy az energiaszolgáltató cégeket át kell alakítani non-profittá, tehát magyarul, hogy nincs profit, mert ami profit keletkezne, azt is vissza kell forgatni ugye az eredeti feladat végrehajtásához, akkor hát erre aztán mindenki felkapja a fejét Európában. Micsoda, hogy a gázszolgáltatás, meg a villamos energiaszolgáltatás, ami magánkézben van, abból olyan ágazatot csinálni, hogy az non-profit legyen, és ezt egy állam, egy kormány mondja, hát higgyük el, hogy hihetetlen és fölfoghatatlan. Hát pedig ez erről szól. Itt csak egy kérdés volt, hogy ez a törvény, ez a bizonyos non-profit törvény a választások előtt elfogadja a parlament, vagy a választások után. Ugye most a választások előtt, ma fejezte be a parlament a munkáját, ez nem történt meg. De ki van mondva, hogy a választások után az egyik legfontosabb és legsürgősebb feladat pontosan ez lesz ennek a törvénynek a megalkotása. Én azt gondolom, hogy ha ez sikerül ennek a kormánynak és a parlamenti többségnek ezt megtenni, akkor biztos, hogy megágyazza Magyarországon a jövőjét. Mert egyrészt egy teljesen biztos és kiszámítható energia árak lesznek a lakosságnak és megfizethető. Másrészt pedig olcsó energiát tudunk biztosítani a vállalkozásoknak, amivel pedig az ő versenyképességük lényegesen javulni fog. Na ez a lépés még hátra van. A turai polgármester is fejlesztésekben gondolkodik. Alapvetően útépítésekkel szeretnénk folytatni a település fejlesztését, valamint sportcsarnokot szeretnénk építeni. Erre még a forrás nem látszik, de a 2014-es és 20-as évek által nyújtott lehetőséget szeretnénk maximálisan kihasználni. Erre a két beruházás típusra készülnek tervek, és amennyiben lehetőség adódik rá, akkor mindkettőre szeretnénk pályázni. Ez milyen jellegű sportcsarnok lenne? Milyen sportágakatnak adhat otthont, illetve hány férőhelyes lenne? Konkrét terveink vannak, egy néhány száz férőhelyen ellátott 20x40-es küzdőtérről lenne szó,
A bruttó alapterülete 1440 négyzetméter lenne. A 20x40-es pálya azért fontos, mert akkreditáltatni lehetne, és nemzetközi versenyeket lehetne ráhozni, és hivatalos nemzeti bajnokságot is lehetne rajta játszani. Azon kívül ráférne egy időben 3 darab teniszpálya, 3 darab kosárlabdapálya, ugyanarra a küzdőtérre, csak keresztben más csíkozással, más színnel fölfestve. Nagyon-nagyon fontos lenne, mert a Galga völgyében nincsen ilyen létesítmény. Ez milyen forrás igényt jelentene? Ez kb. 250 millió forintos forrás igényt jelentene, ami úgy osztana meg, hogy céltámogatásként szeretnék lekérni 200 millió forintot, és 50 millió saját erőt tudnánk vállalni.